Na hát szép jó estét mindenkinek is, szerda fél nyolckor. A múlt héten annyira elmerengtünk ezen a jelenlegi ukrán-orosz háborús helyzeten, hogy nem sikerült azzal a témával foglalkoznunk, amivel szerettünk volna, a Noémivel. Úgyhogy mivel az öt részes ükunokák vlogunknak az ötödik részén történt ez a kis elkanyarodás, ezért úgy döntöttünk, hogy jó, akkor legyen még egy hatodik része is ennek a sorozatnak, úgyhogy most be fogom mindjárt hívni Noémit a beszélgetésbe, mert hát nyilván, mint ahogy az összes témával kapcsolatban most is ő lesz a... Jaj, csak kicsit itt még állítgatom a telefont. Tehát ismét ő lesz az igazi szakértő. És tudom, hogy vannak többen, főleg az ő oldalán azok az emberek, akik hozzájárnak kineziológiai kezelésekre, akik nagyon várták ezt a múlt heti adást, abból kifolyólag, hogy ugye itt a témánk az a párkapcsolat lett volna, meg az, hogy a krízisek milyen hatással vannak a párkapcsolatokra. Úgyhogy kapott is több üzenetet tőletek, hogy sajnos nem arról a témáról volt szó, pedig nagyon várta már mindenki, úgyhogy ezért most ezt be fogjuk pótolni, úgyhogy remélem, hogy mindenki itt lesz velünk, aki nagyon szeretné ezt a témát kicsit boncolgatni velünk. És most meghívom Noémit, hogy tud hozzám csatlakozni, mert ugye a múlt héten körülbelül négyszer próbáltuk meg ezt az összekapcsolódást, de nem jött össze. És most csatlakozott, igen. Na, jól van. Örülök neki, hogy velünk van a technika is. Na, bízunk. Hát úgy látszik, most nagyon könnyen ment, vagy nem tudom, hogy próbálkoztál-e. Most direkt nem léptem be, mert lehet, hogy az zavarja be a rendszert, hogyha itt én ide bekontárkodok, és mint néző itt vagyok. Úgyhogy lehet, hogy ez a kulcs. Nem tudom, de most hál' Istennek a technikával úgy tűnik, nincs komoly gond. Csodálatos. Tudom, hogy ez nem feltétlenül ide kapcsolódik, nem témába vágó kérdés, de múltkor annyira emlegettük azt, hogy kis dolgoknak is mennyire jó örülni néha, hogy azóta a kazán probléma megoldódott-e, mert sokat gondolok rá, hogy egy jó zuhanyozni, az nem csak lehet, hogy nagyon sokan akarnak így rajtunk kívül, hanem lehet, hogy te is. Hát figyelj, kézzed el, hogy még mindig nem. Tehát, hogy ez egy ilyen annyira speciális műszer, hogy egyszerűen nem lehet beszerezni, ami kell hozzá. Most talán holnap vagy jó híreket kapok, vagy nagyon nem jó híreket kapok, tehát, hogy vagy meg lehet csinálni, vagy hogyha meg nem, akkor meg az a baj, akkor meg csere, tehát akkor meg még ki tudja, hogy meddig leszek itt meleg víz, hát ugye fűtés nélkül is, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmasan alakul ez a sztori. Ez is olyan, hogy tudod, nem lehet minden szipi-szupi az életedbe, tehát azért valaminek kell lenni mindig, ami elromlik, ami nem jól megy, tehát azért az, hogy minden stimmeljen, azért az na. Nem már, olyan úgy sincsen, úgyhogy most úgy vagyok vele, hogy oké, hát akkor most ez amit itt a gyenge pont ebben a történetben. Ha már nincs semmi, amiben bele lehet kötni, vagy ami egy kicsit így is döcögősen menne, akkor elromlik a kazán. Vagy egy telefon, vagy hát sorolhatnánk még ezt, hogy mit merül fel így a dolgos hétköznapokban, igaz? Na, nem. Ne akarjuk bevonzani több ilyen technikai malőrt. Miután mutattad, hogy valaki kommentelt neked, vagy üzenetet írt, hogy jaj, de rossz, hogy nem a párkapcsolati téma volt, amit így beharangoztunk előre már több héttel, és mindenki készült rá, ez egy kicsit úgy éreztem magam, hogy jó, most semmiféleképpen nem kanyarodhatunk el sehova, mert eleget kell tenni ennek az ígéretnek. És tudom, hogy azt mondtad a múlt hetének a végén, hogy akkor a következő téma az, hogy a krízisek hogyan hatnak a párkapcsolatokra. És az lenne jó, hogyha ezzel is kezdenénk, hogy a krízisek hogyan hatnak egy meglévő párkapcsolatra, meg mivel még
Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról is, hogy esetleg egy-egy kineziológiai oldás, vagy kezelés, vagy folyamatos munka esetleg olyan pozitív hatásokat is hozhat magával, hogy valaki megtalálja a párját, vagy éppen várandós lesz, vagy kicsit könnyebben alakulnak ezek a dolgok az életében. Ezért az is tök jó lenne, hogyha majd így, amikor már véget ért az egyik blokk, akkor úgy csatolnál át, hogy így tőle így a big picture-t is lássuk, tehát hogy így univerzálisan és így rá tudjunk tekinteni arra, hogy egyébként a folyamatos lelki munka, meg a magunkkal való foglalkozás, meg egy-egy ilyen kis pici dolognak, a pici lépésnek a megtétele, az hosszú távon milyen szuper csodálatos eredményeket tud okozni, akár a magánéletünkben is. Oké, és rendben van. Na, úgyhogy átadom a szót. Légy szíves, válaszolj nekünk arra, hogy a krízisek a hétköznapokban, mik lehetnek krízisek. Ugye most van egy viszonylag nagy globális krízis, ez is nyilván hatással van a párkapcsolatokra. Na, de hogy milyen hatással lehet a kapcsolatokra ez a bizonyos krízis, Noémi? Hát ugye a globális krízisek azok nagyon érdekesek, mert hogy ugye a múltkor is elmondtam, hogy nagyon felszínre hozzák az eddigi feldolgozatlan stresszeinket. És nyilván itt a párkapcsolatokban az, hogy hogyan viselkedünk egymással a hétköznapokban, azt abszolút megpecsételi az, hogy most éppen milyen feldolgozatlan és stresszem került a felszínre, hiszen onnantól kezdve, hogy valami bekapcsol bennünk, amit addig elfojtottunk, vagy amiről addig nem volt tudomásunk, az onnantól kezdve a legváratlanabb pillanatokban fog minket befolyásolni, úgy, hogy igazából nincsen nagyon hatalmunk felette, tehát igazából elveszítjük az irányítást az események felett, bármennyire is szeretnénk azt uralni. Ilyenkor már nem beszélhetünk a tudatosságról is, hogy nagyon figyelj oda, meg ezt így, hogyha odafigyelsz, akkor ez így nagyon jó lesz, stb. Tehát olyan szituációk lesznek krízis helyzetben, vagy akár itt ugye egy globális krízis hatására, olyan szituk fognak előállni a kapcsolaton belül is, amin már igazából ez a fajta hétköznapi tudatosság ez nem fog segíteni. Tehát, hogyha én nem vagyok tisztában önmagammal, ha nem vagyok tisztában a saját védelmi mechanizmusaimmal, azzal, hogy azok milyen sérülésekhez kapcsolódnak, akkor igazából itt már annyira be fog kapcsolni, hogy akár sokkal erőteljesebben is jelentkezhet ez, mint amúgy alapjáraton mondjuk. Eleve ugye az emberek is egy ilyen felfokozott stressz állapotban vannak, bekapcsolnak ezek a félelmek, szorongások. Na most, hogyha eleve egy beszűkült tudatállapotból indulunk el, és ehhez még hozzájönnek az egyéni stresszeink, akkor az ott már nyilván halmozottan hátrányossá teszi alapból a helyzetet. Hogyha egy párkapcsolat biztos alapokon nyugszik, ismerjük saját magunkat, ismerjük a másikat is, akkor ezek a krízisek, ezek a globális krízisek, ezek igazából nem lesznek különösebb hatással ránk, tehát nem fognak minket szétszakítani. Hogyha ez nincs meg, sem önmagunk, sem a másiknak az ismerete, akkor viszont jönnek a bajok. És hát ugye a COVID alatt nem tudom, te mit láttál a környezetedben, de én azt láttam, hogy tényleg volt, akit nagyon összehozott, csak még erősebb lett a kapcsolat köztük, viszont volt, akik meg nagyon eltávolodtak egymástól, és akár ugye vége is lett házasságoknak is egyébként. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy igazából már a koronavírus egy ilyen, nem tudom, az első pálya volt, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt. De hogy ott is nekem az összes baráti kapcsolat, meg ezek a jó ismerősi kapcsolatok azt mutatják, hogy a kettő véglet volt. Tehát voltak, akik szétmentek, és nagyon radikálisan, nagyon durván, soha többé nem is akarják látni egymást. Tehát, hogy tényleg abban, hogy így ez a gyűlöllek, az oknitól kezdve a mindeneden keresztül minden, tehát, hogy nem bírták egymást elviselni, kvázi 0-24-ben. Meg volt a másik kategória, akik
Egyből eltervezték, hogy hogy fognak összeházasodni, össze is házasodtak, nyilván egy ilyen kisebb vendégsereggel, meg tudod, ilyen szerényebb körülmények között, de nagyon sok ember meg ennyire összehozott, meg babák születtek, szóval tényleg ez a két véglet, hogy gyakorlatilag ezt egy ilyen átlagos időszakként senki nem tudta egyébként túlélni. Nyilván azért, mert nem volt egy átlagos időszak, de nagyon érdekes szerintem, hogy ennyire végletesen reagáltak rá az emberek, és valahogy nekem az is, előttem van, hogy a személyisége nagyon sok embernek valahogy így automatikusan elkezdett megváltozni. Tehát nem kellett neki elkezdeni pszichológushoz járni, vagy nem kellett neki elkezdeni azon gondolkodni, hogy dolgoznom kéne magamon, mert egyszerűen a körülmények annyira nagy nyomot hagytak benne, hogy egyik napról a másikra szinte teljesen új emberekhez kellett nekem is kapcsolódnom, mert volt, aki tényleg nagyon drasztikusan megviselt, akár a koronavírus, akár az, hogy nem tudom, az első karácsony több legtöbb ember a szülei, meg a családja nélkül élte meg. Ezek olyan nagy törések voltak, hogy szerintem sok mindenkiben így átértékelődtek dolgok. Úgyhogy én úgy látom, hogy akik együtt maradtak a koronavírusnak az XYZ hullámában is végig, és erősebb lett a kapcsolatuk, nekik talán most így előnyre indul ez az időszak, vagy kicsit könnyebb együtt feldolgozni azt, hogy egyébként egy háború van a szomszédunkban. Abszolút, persze. Hát ugye itt a halmozott stresszek miatt van ez, amit mondasz, hogy ugye szélsőségek voltak megfigyelhetőek, és tényleg nagyon érdekes ez. Pont ugye a napokban olvastam egy cikket arról, hogy a párkapcsolatoknak talán a legnagyobb krízise az az első gyermeknek a megszületése. És nagyon-nagyon tetszett, és fel is írtam magamnak, Palágyi Kata, a párkapcsolati szakértőnek a megfogalmazása, hogy mi a krízis. És azt írja, hogy a krízis azt jelenti, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ami lélektanilag fontos, nem megkerülhető, és az addig szokásos módszereink, megoldásaink nem működnek többé benne. Na, és akkor itt ebben minden megvan, érted, hogy most olyan szituációkról van szó, amiben már nem tudunk ugyanúgy működni. Most ez egy mekkora stressz az embernek, hogy tényleg az addig is biztonságos túlélő mechanizmusai, amik azért így úgy amúgy, de mégiscsak átvitték konfliktusokon, mégiscsak ha immelámmal is, de megoldott helyzeteket, na azok most már nem vihetők tovább egyáltalán. Tehát, hogy itt van az a pont, amikor ugye és akkor tudod, szoktuk mondani, hogy magánéleti krízisben vagyok, tehát hogy nem csak a párkapcsolat kapcsán. Tehát nyilván ez egy olyan pont, ez egy vízválasztó, amikor már gyökeres váltásra van szükségem, nem jó az, amiket eddig alkalmaztam, és ugye erre mondjuk azt, hogy ilyenkor egyébként ez nagyon nehéz ezt a váltást meglépni, mert hogy már eleve az, ami eddig nem működött, az nagyon mélyre sodort, és hát most embere válogatja, de egyébként lehet, hogy van, akit például ez erőt ad neki, tehát hogy mélyről lehet igazán nagyot ugrani, vagy nem tudom, de hogy szerintem meg nagyon nehéz egy ilyen pontról indulni, és hogy a kríziseknek ez a nehézsége igazából, hogy már nagyon úgymond ki vagy merülve így érzelmileg abban a szituban, és akkor abból kell valamit létrehoznod. És akkor nyilván itt, hogyha az önismeret rendben van, meg hogyha úgymond a készülsz erre, az azt jelenti, hogy magadat rendbe teszed, akkor ezeket az új megoldásokat, ezeket az új attitűdöket is akár magadban könnyedén ki tudod alakítani, mert úgymond már eleve van benned egy működő folyamat, és nem erről a nulláról, meg mínusz egyről kell elstartolni. Hogy most, hogy ezt így mondod, az jutott eszembe, hogy van-e olyan ember szerinted, aki nem ismeri fel azt, hogy ő krízisben van? Hanem... Szerintem tuti, tuti. Uh-huh.
Mert már lehet, hogy ez is egy ilyen lépcsőfok, hogy így felismered, meg bevallod magadnak, hogy Jézusom, tehát, hogy én most egy párkapcsolati, egy egzisztenciális, egy akármilyen krízisben vagyok. Tehát, hogy ezt így tudatosítod magadban, hogy oké, most valami nem megy úgy, ahogy szeretném, nem tudom annyira a kezemben tartani a dolgokat, ahogy eddig, vagy máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy terveztem, és ezt nem tudom jól kezelni. Tehát, hogy így, szerintem az is sokszor előfordul, hogy ha valaki valamit eltervez, és nem úgy sikerül, akkor annak a kudarca teszi egy olyan krízisbe, amitől azt gondolja, hogy nem fog megváltozni most ez a helyzet, vagy amilyen nem úgy sikerült, ahogy ő eltervezte, ezért nem is történhet máshogy, csak úgy, hogy az ő fejében ez már lejátszódott. És ugye most visszakanyarodok megint XY beszélgetésünkkel korábbra, hogy a nyitottság az alapvetően tök fontos a spirituális dolgoknak a megélésében. És szerinted az, hogy most akkor kijelenthetjük, hogy nagyon sokan nem veszik észre, hogy krízisben vannak, ez mivel függ össze? Ez valahol ugye az egónak a, nem tudom, ugye a harca, hogy nem akarja, hogy valaki bevallja azt magának, hogy igen, én most krízisben vagyok, és nehéz nekem, vagy tegyük fel, segítségre van szükségem. Mert szerintem azért ilyen is akad. Persze, abszolút. Hát ugye azt szoktam mondani, hogy onnan szép nyerni, amikor igazából be se vallod magadnak, hogy problémád van. Az ugye, amivel nem lehet mit kezdeni. Amikor már van egy felismerésed, hogy valami nem oké, az már jó. Amikor meg úgy nagyjából van is egy képed róla, hogy mivel kéne dolgozni, az meg még jobb. De hogy így a pont az, amiket mondtál. Tehát egyrészt a rugalmasság és a nyitottság. Ugye szerintem már mondtam is itt élőben is ezt a hasonlatot, hogy ugye a viharban mi történik a stabil, régi, erős, száraz fákkal, hát persze, hogy megreccsennek, és eldőlnek, kidőlnek, és ennyi volt. Ehhez képest ugye a hajlékony kis rugalmas fűszálak, azok csak lefekszenek, és aztán, amikor kisüt a nap, akkor újra szépen tündökölnek régi fényükben. Tehát, hogy akkor kérdés, hogy akkor érdemes-e a tagadásban élni, érdemes-e ragaszkodni olyan viselkedés mintáinkhoz, olyan nézőpontjainkhoz, olyan meglátásainkhoz, amik egyértelműen nem visznek minket sem erre, ami egyértelműen azt okozza, hogy megrekedünk egy adott élethelyzetben, és akkor nem mindig ugyanoda érkezünk, tehát nem tudunk tovább lépni. Tehát a rugalmasság, a nyitottság az mindenképpen alapvető fontosságú. Tehát amikor szeretnél mondjuk fejlődni, de egyébként mondjuk valaki ül veled szembe és mond neked dolgokat, hogy hát mit szólnál ehhez, vagy mit gondolsz erről, és most nem feltétlen tanácsokról van szó, hanem csak, hogy a másik ember ráláthat a problémádra, és elmondja, hogy ő hogyan látja, és akkor mi a válasz rá, hogy de hát, ez nem így van, meg nem úgy van. Na most akkor igen, tehát akkor itt megrekedünk, akkor itt nem tudunk tovább lépni. Tehát igen, a rugalmasság, a nyitottság, az szerintem nagyon fontos, és akkor itt jön az, hogy persze például a spiritualitás is szerintem nagyon fontos, nálam abszolút ez a COVID hozta ki azt, hogy ezzel foglalkozzon kell mélyebben. Nyilván akkor ehhez ott van, hogy kell a nyitottság, ahhoz, hogy így kicsit e felé tudj tendálni. De én azt látom, hogy tényleg azért minimális szinten ez a fajta spirituális hozzáállás az élethez, az mindenképpen kell. Tehát nem tudod kikerülni, hogyha sikeres akarsz lenni, egyszerűen minimális szinten is, de szükséges az, hogy úgy azért máshogy lásd az életet, meg másmilyen elveid legyenek, mint korábban. Úgyhogy ezek mindenképpen. És hát igen, a saját fejlődésünk, a másiknak a fejlődése, hogy ezek párhuzamosan haladnak-e például, az is egy ilyen fontos dolog, amit így kiemelnék. Ez a nagyon érdekes tényleg, hogy például tudunk-e együtt változni a másikkal. És erről beszélgettünk is ma, hogy ez mennyire érdekes egy párkapcsolatban,
hogy ugye mindketten külön-külön fejlődünk, meg nyilván járjuk a kis utunkat, és aztán ott van az, hogy de igen ám, de hogyha közben elmegyünk egymás mellett, akkor az megint nem jó. Tehát, hogyha szeretnénk együtt maradni, akkor nyilván, ha nekünk fontos a kapcsolat, meg fontos a kötődés, és szeretnénk, hogy ez ne sérüljön, akkor valamilyen szinten változni kell a másikkal. Nem tudom, hogy te amúgy ezt hogy látod, mert szerintem ez például, amikor nem tudunk együtt fejlődni, ez például egy ilyen teljesen, tehát ez egy nagyon nagy vízválasztó, és szerintem hosszú távon nem tud működni az, hogyha valaki valahol megragad évtizedekig, a másik meg közben teljesen elfejlődik mellette. Igen, ez egy nagyon, szerintem egy ilyen tragikus dolog, hogyha így, meg egy ilyen szomorú dolog, hogyha belegondolsz, hogy lehet, hogy amikor megismerkedik egymással két ember, akkor így valahol azonos szinten mozognak, és akkor ha valaki egy kicsit így elhúz a másik mellett, akkor én automatikusan azt gondolnám, hogy a másik ember az így ösztönözve van, hogy tartsak vele. Hogy érjem utol, hogy érjem be, hogy tudjunk együtt mozogni, ne legyen köztünk ilyen szempontból távolság. Viszont én azzal is találkozok, hogy olyan is előfordul, amikor nem azon múlik, hogy a két ember mennyire hagyja el egymást, hogy melyik félnek milyen képességei vannak, vagy akarja-e azt, hogy tudjon haladni, hanem valahogy úgy alakulnak a körülmények, amiket nyilván az ember saját magának teremt meg, tehát a múltban tettél valamit, aminek van valamilyen következménye a mai napon is például. És ezek a múltban meghozott rossz döntéseknek a jelenben való lecsapódása tud olyan gátakat okozni, amik lelassítják azt, hogy két ember párhuzamosan menjen egymás mellett. És itt nyilván személyiségektől függ, hogy ezt egy pár szerintem hogyan kezeli. Ha éppen egy olyan két ember találkozik, akiknek nincs meg az empátia, hogy megvárják egymást, vagy segítsenek a másiknak, hanem inkább csak magukra figyelnek, akkor ott ez el van döntve. Tehát akkor ő XY megy tovább, a másik meg majd kezd magával valamit. Viszont ahol van egy ilyen, nem tudom, megint csak azt tudom mondani, hogy ez a szeretetből való bevárás, vagy segítés, és egy idő után még így összeérnek a szálak, meg a befektetett energia mind a két fél részéről megtérül, és így beindul a gépezet, akkor viszont lehet, hogy ez a közös mozgás sokkal gyorsabb is tud lenni. Tehát nem biztos, hogy ugyanabban a tempóban fogunk utána haladni, hanem gyorsabban. Ezek igazából ezt látom magam körül, meg így valamilyen szinten ez egy saját tapasztalatom is, hogy nálunk mindig, nagyon érdekes módon, mindig, amikor valakinek váltás van, akkor az egyikünk hátrébb lép egy kicsit, vagy lépett eddig, mert éppen talán most van az időszak, amikor nem, a másik meg egy kicsit előrébb. És amikor nem tudom, én abba hagytam egy munkát, akkor a Norbi elkezdett egyet, amikor ő hagyott abba egyet, akkor én kaptam egy jobb lehetőséget, és volt olyan, hogy ugyanazon a napon történtek egyébként. Tehát, hogy így tisztán emlékszem rá, hogy még a, nem tudom, 2018-ban egyszer úgy kaptam egy munkát, hogy ő aznap hagyott abba egy másikat. Tehát, hogy ez egy nagyon jó. És most viszont azt érzem, hogy mindenki pont azt csinálja, amit szeret, meg ahol így lennie kell. De nyilván ez csak azért van, mert az elmúlt 4-5 évben mindenki nagyon sok mindent megtett azért, hogy tudjon ezen a területen dolgozni, meg ezen a területen úgy elhelyezkedni, hogy kényelmesen érezze magát a munka környezetében. De ezt csak a munkára mondom, ez ugyanúgy elmondható egyébként így az érzelmi intelligenciára is például, hogy hogyan reflektálunk egymásra, vagy hogy milyen érzéseket váltunk ki egymásból azzal, hogy máshogy szólsz a másik embernek, vagy máshogy nézel rá, vagy egyszerűen csak egy ilyen elfogadó, és megint itt az elfogadás szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen elfogadó környezetet tudsz teremteni köré, ami egy ilyen abszolút biztonságérzetet fog okozni. Legalábbis nekem ezek a személyes tapasztalataim ebben a témában.
Hát egy nagyon fontos dologra világítottál igazából rá. Ugye itt nálatok abból, amit elmondtál, például az olyan, hogy mindkettőtök számára fontos a munka, meg a karrier, hogy mint érték, és az értékrendetekben ez egy, valószínűleg ez egy szép helyet foglal el valahol a lista elején, hogy azért mindután sikeresek legyetek abban, amit csináltok. Na most például képzeld el azt, hogy mondjuk, ha az egyikőtöknek ez mondjuk nem lenne annyira fontos, ha az egyikőtök csak olyan lenne, hogy csak tudod, így bejárna a munkahelyére, meg hazajárna, de hogy úgy nem lenne neki ez ilyen, inkább csak úgy el lenne, úgymond a szakmájában, vagy a munkájában, hogy akkor vajon tudna működni az, amit mondtál, hogy együtt fejlődtök? Mert szerintem nem, de hogy itt egy nagyon fontos dolog, hogy a közös értékrend az meglegyen. Ugye szokták mondani, vannak ilyen tévhitek, amik a párkapcsolatot illetik, hogy ugye az ellentétek vonzák egymást, és hogy ez is csak bizonyos szintig működik, mert hogy egyébként meg a nagyon hasonló értékrend az nagyon fontos, és az a hosszú távú kapcsolatnak a záloga. Tehát lehet nekünk például egy kicsit más a habitusunk, lehet más egy kicsit az érdeklődési körünk. Nem para, hogyha találkozunk mondjuk a különböző értékekben, hogy mondjuk fontos a párkapcsolat, fontos a család, fontos a gyerekvállalás, a jövőképünkben ott van a szakmai fejlődés. Érted, hogy ezek nagyon, nagyon lényeges dolgok, és hogy persze érdekelheti a másikat mondjuk valamilyen teljesen más, ő lehet mondjuk reál beállítottságú, én lehetek humán beállítottságú, hogyha megvannak ezek a találkozási pontok, hogy hosszú távon úgymond az utunk az azért szépen együtt tud haladni. Nyilván, hogyha másfelé tartunk, akkor ez nem tud működni. Úgyhogy az ellentétek vonzák egymást, az például az csak egy nagyon bizonyos szintig tud működni, mert amúgy teljesen más életstílusú emberek szerintem nem. Tehát például most gondoljunk arra, hogy tudod jó, hogy én ilyen iszonyosan nagy alvó vagyok, és hát volt olyan párom, aki egyszerűen értelmezni se tudtam, hogy szombaton reggel, nem is tudom hány órakor, már korán reggel kikelt mellőlem az ágyból, hogy kimenjen, mit tudom én, fölporszívózni, vagy nem tudom mit csinálni. Mert hogy olyan volt, hogy ő nem szeretett sokáig aludni, meg mi, amúgy is mi ez a lazsálás, meg izé szombaton is, akkor háztartás, meg minden. Én meg, na ettől meg én frászt kapok, hát basszus, érted? Igen, és ez egy nagyon apró dolog, hogy ki mennyit alszik, de igen, egyébként óriási befolyás van utána az egész napra, hogy ki mennyit aludt, úgyhogy sokkal jobb, komolyabban kéne venni a legtöbb esetben, mint ahogy vesztük ezt is szerintem. A másik meg, amit most mondtál, hogy az értékrend, meg hogy kinek mi a fontos, a család vagy a munka. Én azért azt is látom, hogy a korombeli csajoknál azért egy 30, 31-2, tehát itt már azért mindenki, akinek nincs kapcsolata, mindenki úgy keres párt, hogy azzal kezdő, hogy figyelj, lehet, hogy az első randin vagyunk, de tudnod kell, hogy én családot szeretnék férhez menni, és hogy nekem ezek a dolgok most a legfontosabbak, ha akarod te is, akkor próbáljuk meg, ismerkedjünk. Ha nem, akkor nem. És figyelj, egyébként ebből is van, akinek bejön a Jolly Joker, éppen a szombaton volt az egyik barátnőmnek a polgári esküvője, holnap után veszük meg neki, vagy mikor szombaton a nagy lagzis ruháját nyárra, szóval ez valahol működik, mert akkor éppen megvan az a nem tudom, minimális százalék, amikor pont ezzel a fiúval találkozik, aki azt mondja, hogy figyelj, oké, mert egyébként én is ezt szeretném. Tehát, hogy ott totálisan találkoznak nem is az igények, de igen, az igények is, meg a vágyak, meg az értékrend, de az is benne van a másik oldalon, hogy egy másik barátnő, meg van olyan, hogy azért nem tud tovább randizni 4-5 randi után egy pasival, mert ő még szeretne gyereket, a férfi, de a nő már nem szeretne.
Tehát ez is egy ilyen nagyon-nagyon sarkalatos pont, hogy ki hogyan áll a családalapításhoz, vagy szeretne egyáltalán valaki családot magának. Mert akinek ez így ilyen hatalmas vágya, attól azt elvenni, vagy megfosztani tőle, biztos, hogy nem szabad, nem lehet, meg nem is értem, hogy tudnak úgy emberek együtt lenni. Bocsánat, csak a kutyám a labdáját ide dobta, annak volt ilyen hangja. Szóval, hogy tudnak emberek úgy együtt lenni, hogy valaki reménykedik, hogy majd az XY akarni fog valaha tőle gyereket, vagy fordítva. Igen, ez a nagyon jó szó, hogy reménykedik. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk beleesni abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy majd a másik meggondolja magát, meg majd megváltozik, meg majd én megváltoztatom, majd én megmutatom neki, hogy ez mennyire jó, meg majd én ráveszem, és akkor úgy, ezek nagyon-nagyon téves meglátások. Tehát úgy gondolom, hogy ebben az esetben is működik egyfajta ilyen idealizálás, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon semmi nem kell, igazából csak szerelem, ugye szokták mondani, és hogy akkor minden mást meg majd megoldunk. Hát nem, mert hogy azért nagyon sok minden más is kell, és nagyon sok minden más is fontos. Például ugye ebben a család tervezés témában, ugye például abszolút megmutatkozik az is, hogy például egy nő vagy egy férfi, hogy hogyan képzeli el a szerepeket is. Tehát, hogyha én mondjuk szeretnék családanya lenni, akkor nyilván annak vannak bizonyos vonzatai. Ott van az, hogy akkor én mondjuk ki fogok esni a munkából X időre, akkor nyilván a férfire nagyobb felelősség hárul, nagyobb teher hárul. Nem tudom, sokszor most pont ez a dolog jutott eszembe, hogy azért látok néha ilyen szenvedéseket, meg ilyen haldoklásokat itt-ott kommentben, hogy jaj, már a mai nők azok már csak a pénzt nézik, meg csak a fiúknak a pénztárcájába turkálnak, meg nem tudom. Tehát közben meg ugye nyilván ott van az, hogyha mondjuk egy nő három gyereket szeretne, akkor nyilván ott azzal tisztába kell lenni, hogy egyébként a másik fél az hogy áll ehhez hozzá, meg hogy ő például elbírja-e azt a hátán, hogy akkor X évig az ő rajta áll, vagy bukik az, hogy mondjuk a családnak a megfelelő megélhetését megteremtse. De hogy ez is például egy fontos dolog, meg tök fontos beszélni is erről mondjuk egy pár életében, hogy akkor például ezt az időszakot hogy képzelik, meg hogy ő belefér a másiknak ez a fajta szerep. És akkor nyilván még millió egy dolog van, amiben megmutatkozik az, hogy most én szeretnék mondjuk klasszikus női szerepben benne lenni a párkapcsolatban, vagy már inkább ugye a modernebb elveket szeretném követni, de akármennyire is újra kell értelmezni nyilván a párkapcsolatban a férfi-női szerepeket már manapság. Én azt mondom, hogy azért nagyon sok mindent megtarthatunk a hagyományos elvekből, és hogy azért mi nők igenis, hogy élvezzük a nőiességünket, hogyha van kedvünk hozzá, akkor élvezzük az anyaságot is, de hogy ne akarjunk minden áron mi mindent megcsinálni, meg mi megmutatni azt, hogy mennyire erősek tudunk lenni, hanem igenis, hogy hagyjunk meg bizonyos ilyen privilégiumokat a férfiak számára, és ne vegyük el tőlük az ő szerepüket, és főleg ne azokat a dolgokat, amik egyébként mondjuk fordított esetben a mi nőiességünket, a mi női önbizalmunkat is építi. Az ugyanúgy ott van a férfiaknál is, hogy bizonyos dolgok ezekben a szerepekben az ő önbizalmukat is építi, és az ő férfi energiájukat táplálja. Tudsz erre példát mondani? Alapvetően szerintem ha nagyon egyszerű dolgoknál maradunk, például én nem jellemző, hogy itthon hozzá fogok megszerelni dolgokat. Tehát, hogy szerintem a férfiaknak például alapvetően van egy ilyen képessége,
hogy jobban értenek bizonyos dolgokhoz, és akár ehhez is, akár a műszaki dolgokhoz is, akkor nem fogok hozzá bútorokat tologatni itthon. Mikor egyébként meg van egy férfi a háznál, aki meg gond nélkül megcsinálja, én meg mondjuk szenvednék, meg sérvet kapnék ötször. Érted? Ezek csak a hétköznapi dolgok. De akkor ott van az is, hogy például nem kell magamnak kinyitni az ajtót. Nekem például nagyon-nagyon jól esnek ilyen gesztusok. Nagyon-nagyon jól esik az is, hogy például tegnap is éppen a páromnak az 5. zöld katonai pólóját vasaltam, majd csöngettek, és egy futár srác ott állt egy csokor virággal a kapuban, és mondta, hogy ő Makra Noéminek hozott virágot nőnapra. Tehát, hogy a párom küldött nekem virágot, és nekem ez például baromira jól esik. És akkor ott van az, hogy azért, hogyha mit tudom én, nem vagyunk tudatosak a nőiességünkre, akkor azt mondjuk, hogy jaj, nekem nem kell virág, meg minek erre pénzt kidobni, meg jaj, hát úgyis elhervad, meg mit tudom én. Szerintem ezek apró dolgok, de nagyon-nagyon fontosak, mert a másik így fejezi ki az elismerését, és ez nagy dolog. Igen, egyébként tök jó, hogy most mondod ezt a virágos dolgot, mert nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, olyan nő ismerősöm van, aki kijelentette már a párjának, hogy neki nem kell virágot venni, vegyen neki inkább egy XY, bármilyen más dolgot, de hogy a virág az nem. Meg éppen, nem is tudom, pár nappal ezelőtt a pedikűrösömnél voltam, és lehet, hogy itt is van Szasza velünk hallgat, a pedikűrösömnek a lánya a kozmetikusom, és akkor mindig ilyenkor nagy lányos megbeszélésekben vagyunk, és felmerültek a Tinder randik, és szóba jött az, hogy néz az ki, amikor egy fiú az első Tinder randira egy virággal, vagy egy szár rózsával érkezik. Hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy az első randira megjelenik egy fiú egy rózsával. És én erre azt mondtam, hogy jó, hát lehet, hogy egy pörös rózsa az első tinderes randin, az tényleg lehet, hogy annyira nem jó, de például egy csokor tulipánnak én mindenféle kontextusban nagyon örülnék. Tehát, hogy szerintem az egy annyira kedves dolog, hogyha valaki egy szál tulipánt, vagy egy csokrot például, vagy valami olyan virágot, ami tudod, ilyen kis kedves, egy ilyen kis aranyos gesztus. És ott akkor végén abban maradtunk, hogy jó, oké, lehet, hogy egy bármilyen virág az még úgy belefér, de például egy vörös rózsa az nem biztos, hogy egy odaillő motívum, meg jó, hát felmerült még egy-két tudod ilyen nagyon érdekes dolog, hogy vannak fiúk, akik a parfümükkel befújt mackóval érkeznek a randevúra, hogy ez sem biztos, hogy egy jó ismerkedési dolog, de hát ezt valaki jónak gondolta, szóval nem akarok senkire rosszakat mondani, de hogy igen, érdekes ez, hogy tényleg egy virágot kapni, én is olyan örülök neki, mikor virágot kapok. Tehát, hogy mindegy, hogy csak egy átlag péntek délután, vagy egy hétvégén egy bevásárláskor kapok egy csokorvirágot, vagy éppen nőnapon, nekem az mindig nagyon jól esik, meg tök boldog vagyok, amikor ránézek, így reggel felkelek, és meglátom, és akkor azt érzem, hogy hát ez egy gyönyörű virág, itt virágzik az asztalon, és mennyire jó az élet. Tehát, hogy én egyből ilyen pozitív dolgokat tudok hozzá kötni. Abszolút, és nagyon fontos, hogy azért nekünk nőknek nem szabad elfelejtenünk értékelni ezeket a szép gesztusokat, ami a figyelmességről szól, arról, hogy a másik megszólítja bennünk a nőt. Tehát, hogy persze lehet bármit adni a másiknak, lehet plüssmackót is adni a másiknak, de szóval érted azért, ezek a dolgok, ezek megszólítják benned a nőt, virágot a virágnak szokták is mondani, tehát hogy ez abszolút a virág például a szépségről szól, és ilyenkor azt a fajta szépséget, amit a nő megtestesít, és itt most nem a külsőségekről beszélek elsősorban, hanem maga az, amit megjelenít egy nő a világban, szépséget, azt ismeri el szerintem egyébként a virág, és akár az első randin is beleférhet simán egy
Szárózsa, szerintem ez egy nagyon figyelmes dolog, de érdekes az egyébként, és itt tényleg jön az, hogy akkor, hogy tényleg így nekünk kollektíven nőknek nagyon sok minden gyógyítani kell magunkban, tehát hogyha mondjuk már egy virágszálat is nehezünkre esik elfogadni valakitől, akkor ott lehet, hogy nekem gyógyítanom kellene magamban egy kicsit a nőiességemet, lehet, hogy jobban kellene odafigyelnem arra, hogy megéljem a nőiességemet, vagy foglalkozzak azokkal a stresszekkel, amik blokkolják, mert aztán egy később egy párkapcsolatban ennél sokkal nagyobb gesztusok is vannak, és tényleg azt látom, hogy tényleg a férfiak nagyon tudják értékelni a nőknek ezt a fajta gyengeségnek titulált érzékenységét, báját, gyengétségét, odaadását, és hogy nyilván azt, hogy nyilván van egy generáció, meg nyilván több is, ahol ugye alapvetően a nők nem feltétlenül jó sorban éltek, és tényleg akár ugye ki is voltak használva, vagy bántalmazták őket, de már nem ezt a világot éljük, és nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, és gyógyítsuk magunkban, akár ugye transzgenerációsan is ezeket a sérüléseket, meg oldjuk magunkban ezeket a blokkokat, mert a nőiesség megéléséhez nagyon sok minden más is kapcsolódik az életünkben. Nagyon sok minden, ami akár tényleg a szakmai sikereinket is érinti, a kreativitásunk, a játékosságunk, az örülni tudásunk, az, hogy úgymond a munkánkban is termékenyek tudjunk lenni, egy másfajta habitusban, másfajta stílusban alkotnak a nők, másfajta stílusban teremtünk, mint ahogyan a férfiak, és ez a párkapcsolatban is egy nagyon fontos dolog, hogyha nem tudjuk mi belevinni a mi női energetikánkat, nagyon nehezen mozdul meg a férfiban is a férfi. És most itt lehet ujjal mutogatni egymásra, meg lehet azt mondani nekem nőként, hogy a férfiak hülyék, meg minden pasi hülye, de ezt tudjuk jó, hogy ez nagyon nem igaz. Mert hogy amúgy meg nagyon sok nője boldog párkapcsolatban, és kezét lábát összeteszi a fantasztikus párjától, hogy az meg mennyire lovagias, és mennyire férfi. Tehát, hogy ez nem igaz, ez is egy ilyen tévhit, és én úgy gondolom, hogy ha valaki mondjuk például ezt érzi, vagy akár egy párkapcsolatban is azt érzi, hogy a másikkal van a baj, akkor ott például erre is érdemes ránézni, hogy én tudom-e működtetni a nőiességemet, mert azért mondjuk egy férfi nem biztos, hogy egy másik nőnek kinéző, de egyébként férfiként viselkedő emberrel akar együtt élni, vagy összekötni az életét. Viszont, hogyha megérkezik úgymond az az energia, meg az a szeretet, az a gyengétség, az a törődés, amit tényleg a nők visznek a párkapcsolatba, akkor meg úgy gondolom, hogy tökéletesen tud működni ez az egyensúly, és nem kell visszakanyarodni most tényleg egy ilyen nagyon régi elavult rendszerhez, hanem egyszerűen újra gondoljuk azt, ami abból működőképes. Amit az előbb mondtál, hogy vasaltad a pólókat, és közben jött a virágcsokor, az is egy ilyen nagyon, nagyon gyönyörű kép szerintem, hogy a nőnek a gondoskodása az akkor is ott van, amikor lehet, hogy a férfi nem is tudja, és akkor így a férfi meglepi a nőt egy csokor virággal, úgyhogy szerintem ez egy ilyen tök romantikus, meg nagyon szép ilyen idilli nőnapi kép lehetett így tegnap, amikor ez megtört. De egyébként nagyon jó, hogy nem kell feltétlenül azt kijelenteni a nőknek, hogy minden pasi hülye, de hogy a férfiak sem mondjanak olyat, hogy mert minden nő egy picsa, vagy egy hisztérika, vagy akármi, mert hogy nem erről van szó, csak valószínűleg nem jók, vagy nem voltak jók azok a találkozások, amik eddig megtörténtek adott emberek életében. És most feltehetném a kérdést, hogy mondhatnám, hogy Léci, akkor mondjuk már el, hogy mi a jó párkapcsolatnak a receptje, meg hogy lehet megtalálni az igazit. De én erről is azt gondolom, hogy
amikor találkozik egymással két ember, akkor még nem tudhatja feltétlenül azt, hogy XY-nal én most le fogom élni az életemet, hanem valahogy, ha most visszakanyarodunk egy kicsit az elejére, akkor éppen az, hogy a két embernek az egymáshoz való alakulása, meg az együtt haladása teszi azt valahogy lehetővé, hogy nem csak egy szakaszon, hanem viszonylag hosszú ideig, 30-40 éven át is el tudja kísérni egyik ember a másikat. Hát érdekes, amit mondasz. Én alapvetően én párommal szerintem szóba se álltam volna, hogyha én nem látom benne azt, hogy ő vele hosszú távra tervezhetek. De ha ugye a jó, hát egy receptet, vagy valami kézzelfogható dolgot akarnék mondani, akkor is mindenképpen mindenkinek ez, hogy előbb szeressétek magatokat, előbb ismerjétek meg önmagatokat, előbb induljatok el befelé. Hogyha kint valami nem stimmel, ha azt érzed, hogy hülyék a pasik, vagy minden nő picsa, vagy jaj, nagyon nem akar összejönni, nem találom az igazit. Ha ezek vannak, és egy ilyen általánosításba megy át ez az egész, vagy a párkapcsolaton belül is akár azt érzi valaki, hogy általánosításba megy. Te mindig ezt csinálod. Te soha nem csinálod ezt. Na, ott vannak a problémák. Ott nagyon, nagyon erőteljesen induljunk ebbe felé, mert onnantól már a következő lépés az, hogy vége van. És nagyon szomorú az, amikor azt látom, hogy már mondjuk olyankor jön el ide valaki, amikor azt látom, hogy itt már nincs visszaút, mert már annyira nagy a távolság két ember között, hogy igazából próbálkozhatunk, viszont borzasztóan fájdalmas és nehéz visszahozni. És már nem lesz utána ugyanolyan. Tehát én mindig azt mondom, hogy az elején csináljuk jól, gondozzuk a virágunkat, locsoljuk minden nap, és akkor utána nem kell akkor kétségbe esni, amikor már teljesen ki van száradva, hogy ujjaj, akkor most ebből hogy csináljunk megint virágot, mert akkor már nem lehet virágot csinálni belőle. Ja, ez érdekes dolog, hogy ezt mondod, hogy azért van, aki még az utolsó pillanatban magához tér, és elkezd azon gondolkodni, hogy na vajon most hogyan lehetne visszamenni abba az állapotba, amikor még megmenthető egy dolog. De egyébként neked vannak konkrétan ilyen emberek, akik azért keresnek meg téged, mert azt mondják, hogy figyelj, most azt érzem, hogy eltelt 2 nap, és vége van a 5 éves, 10 éves, akármennyi ideje tartó párkapcsolatomnak, hogy valamit tegyünk, hogy meg tudjon ez változni, vagy a munka során jön felszínre ez a probléma is. Mind a kettő egyébként. Nyilván, aki párkapcsolatban él, és úgy nincsenek olyan nagy bajok, még akár annál is előjöhet, hogy na, akkor itt mégiscsak van valami, ahol elcsúsznak így egymás mellett. De alapvetően vannak olyanok is, akik már igazából nem is tudom, hogy tehát, hogy igazából így nagyon régóta benne vannak a problémában, és így nagyon, nagyon érdekes az, hogy így mennyire megkésett ez a fajta felismerés, és hát érdekes az, hogy innen ugye mi az, amit ki lehet hozni a dologból, mert hogy nyilván ezzel is kell dolgozni, ugyanúgy, meg nyilván én azt mondom, hogy nincs lehetetlen, de hogy ebben a tehát ezen a ponton már brutálisan kemény, és nem elég az, hogy akkor most eljárogatunk néha oldásra Nócihoz. Itt már kőkeményen jönni kell, meg egyéb dolgokat is. Tehát én nyilván akkor elküldelek A-hoz, B-hez is, hogy ezt is csináld, azt is csináld. Mert ott már úgymond, ha közben a másikban közben már megfogalmazódott az, hogy ő már ezt nem akarja, meg neki már elege van, és ő már ezt így lezárta magában, akkor onnantól kezdve már az megfordítani, az nagyon kemény meló. Ott nagyon észnél kell már akkor lenni. Igen, ezt akartam is kérdezni, mi van akkor, ha valaki nagyon oldozgat, meg nagyon megy, és csinálja, és akarja, és csöpögtet, és családállít, és párologtat, és mindent csinál, de a másik egyszerűen azt mondja neki, hogy figyelj, vége van. Tehát akkor már bármit lehet csinálni, akkor, érted, akkor nincs kérdés gyakorlatilag, meg már a spiritualitás sem biztos, hogy tud
segíteni ezekben a nagyon radikális esetekben. Meg azt akartam még kérdezni, hogy mondtad az előbb, hogy te talán az első perctől kezdve tudtad, hogy neked a párod valószínűleg hosszú távon beváltja azokat az ígéreteket, amiket így akkor beleláttál, hogy lehet ezt így az első, nem tudom, egy-két találkozás után ezt így megérezni. Hát igazából ez érdekes, mert mi azért már jó, tehát ismertük egymást, és nem úgy volt, hogy Tinderen elhúztam, és akkor talisztunk, hanem mi így baráti társaságon keresztül ismertük meg egymást, tehát volt róla már egy reális képem. És ugye látod, ez is egy fontos dolog, hogy nem csak úgy beleugrottam ebbe a dologba, hanem tudtam, hogy ki ő, mert adtam időt annak, hogy megismerjük egymást, az az egyik. Másrészt meg, hogy addigra már az én személyes fejlődésem is elérkezett arra a pontra, és tök érdekes, mert ugye a megismerkedésünk pillanatától a párkapcsolatunk létrejöttéig eltelt idő alatt is nekem nagyon nagy projektjeim voltak, és én nagyon, nagyon komoly korlátaimat léptem meg ahhoz, hogy én alkalmas legyek egyébként erre a párkapcsolatra. Tehát, hogy alapvetően ott nekem az az időszak, az például nagyon-nagyon tartalmas volt ilyen szempontból, tehát én vadul jártam oldásokra, családállításra is, meg minden, mert azt láttam, hogy én vagyok a gyenge láncem ebbe a történetbe, velem van a baj, én velem nem tudnak a férfiak normális kapcsolatot kialakítani, és én ezen változtatni szeretnék, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és nekem ez az életemben is egy ilyen nagyon meghatározó dolog, hogy nekem fontos a jó párkapcsolat. Úgyhogy igazából igen, tehát szerintem ezen nagyon-nagyon sok múlott, hogy én addigra képbe kerültem a saját értékrendemmel, képbe kerültem azzal, hogy mondjuk mi az, amikor a saját elvárásaimnak akarok megfelelni, mi az, amikor mások elvárásai szerint élek. Ezeket nagyon jól le tudtam szerintem vetkőzni, bár ez is egy folyamat, és mindig van mit. De hogy ez egy nagyon nagyon fontos pont volt, hogy nagyon keményen képbe kellett kerülnöm saját magammal, meg azzal, hogy az előtt miket szúrtam el. Aha. Hát igen, de ez szerintem egy olyan dolog, hogy lehet, hogy vannak emberek, akik tudják, hogy nem működik ez meg az a kapcsolat, de eszükbe nem jutna az, hogy lehet, hogy velük van a probléma. De azért az, hogy te ezt felismered, meg ki tudod mondani, hogy tudom, hogy én voltam eddig a gyenge láncszem ezekben a kapcsolódásokban, azért az ott egy nagyon nagy önismereti munka, meg egy ilyen belátás, meg egy őszinteség saját magadhoz is, hogy hát ja, eddig ez nem működött, de most már változtatok rajta. Ez kicsit olyan, mint amikor valaki elhatározza, hogy nyilván teljesen más kategória, de nyilván elhatározod azt, hogy lefogysz, és akkor teszel is érte, nem csak mondod, hogy jó, most már nem fogok ennyit enni, meg elmegyek futni, és ha egyik perctől erről a másikra ezek rutinná válnak, de beépülnek a hétköznapokba, hogy átalakítod az értékrendedet, meg átalakítod a napjaidat annak megfelelően, amivé válni szeretnél, akkor ez egy óriási motiváció szerintem. És valahogy ezt érzem a hangodból, meg így rajtad, meg nyilván tudom a sztorit, hogy annyira kellett már, hogy jöjjön valaki, aki jókor van, jó időben, jó helyen, és jól kezel, meg jól kapcsolódik hozzád, hogy szerintem annyira akartad is, hogy úgy voltál vele, hogy nem baj, ha 25 oldásra el kell menni, akkor 30-ra is elmegyek, csak hogy jó legyen, nem? Hát hál' Istennek annyira nem kellett elmenni, viszont igen, tehát bennem ez abszolút megfogalmazódott már addigra, hogy nekem mindegy, hogy milyen fájdalommal jár ezt meglépnem, meg mindegy, hogy milyen kudarcaimmal kell szembenézni, ezt én véghez fogom vinni azért, mert láttam azt, hogy egyébként milyen jó annak, akinek van egy társa az életben, milyen jó érzés az, amikor nem
amikor vannak benned érzések, tele vagy szeretettel, tele vagy vágyakkal, és akkor egyébként meg nem találod meg hozzá a megfelelő embert, akivel így, ahogy te is mondtad, tudsz megfelelően kapcsolódni. És nekem ez egy nagyon, nagyon fájdalmas pont volt, és nagyon sok évem picit úgy érzem is egyébként, hogy így, így a hülyeségekkel telt el már igazából. Én is ugye tudod, először magamba próbáltam ezeket megoldani. Persze nyilván voltak felismeréseim, de nem tudtam vele mit kezdeni, és borzasztóan hálás vagyok ennek a módszernek, és nem véletlen, hogy ennyire hiszek benne, mert egyszerűen ennek is köszönhetem azt, aki vagyok, és hogyha akkor valahogy nem jön egy ilyen zsigeri felismerés bennem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és nekem erre el kell indulnom, akkor most nem beszélgetünk itt, de az is garantált, hogy még mindig ugyanott tartanék, mindig ugyanúgy sírnék, rínék, hogy nem igaz, hogy nincs egy normális pasi, nem igaz, hogy mindig ugyanodajuk adunk ki, nem igaz, hogy senkiben nem lehet azt az egységet, azt a boldogságot, azt a mély kapcsolódást kialakítani, és akkor így telik el az élet, érted? Tehát szerintem ez borzasztó, és nagyon, nagyon, nagyon komoly dolognak tartom ezt az életemben, hogy valahogy ezzel a kilépési ponttal tudtam élni, és meg tudtam lépni, bármennyire is fájdalmas volt, meg bármennyire is át kellett alakítani az életemet hozzá, megérte vállalni minden egyes pillanatát. Na hát nagyon jó, hogy ezt mondod meg hogy nyilván, tehát, hogy nálunk azért van egy érzelmi kötődés, tehát ez nekem is egy nagyon, nagyon jó érzés, meg tök boldoggá tesz, hogyha azt látom, hogy szeretetteljes kapcsolatban vagy, meg hogy megtaláltad a helyed, és én abszolút azt látom egyébként rajtad, amióta ti megtaláltátok egymást, hogy ez úgy egyre jobb. Te úgy egyénileg is, úgy egyre jobban vagy magaddal, meg ti ketten is egyre jobban vagytok, és hát nyilván ennek lesz a megkoronázása majd az esküvő is, meg minden az egész hátralévő élet, de hogy szerintem ez egy annyira, annyira nagy boldogság, mert hát ráadásul a névnapomon lettél mennyasszony, szóval így kerek a sztori. Így van, és ma vagyunk 3 éve együtt, úgyhogy, és most erről beszélek. Tehát igazából tényleg, ugye mondhatnám azt is, hogy jaj, milyen szerencsés vagyok, de persze nyilván az, hogy találkoztunk, az biztos, hogy van benne szerencse is, meg kellett hozzá az is, hogy ő ott legyen akkor, abban a pillanatban, amikor én is ott voltam, de alapvetően az, hogy tudtam ezzel a lehetőséggel élni, meg ő is tudott élni vele, az meg abszolút a mi egyéni készségeinken múlt, és tényleg azt tudom mondani, hogy egyszerűbb mindig vállalni a változással járó fájdalmat, és szembenézni azzal, hogy mennyire voltunk hülyék az elmúlt 15 évben mondjuk, mint leélni boldogtalanul egy életet, és mondjuk 45 évesen szembenézni azzal, hogy az elmúlt 30 évben hülyék voltunk, meg aztán életünk végén visszanézni, hogy mennyi lehetőséget szalasztottunk el, szerintem annál nagyobb fájdalom nincsen. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy jó ez így neki, akkor azt tudom mondani, hogy nem lesz jó így. Tehát most lehet, hogy úgy érzed, hogy persze jó ez így, de 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, és minél több idő telik el, annál jobban fog fájni. Igen, és mivel beléptünk az utolsó 1 percünkbe, ismét elszaladt ez a 60 percünk, ezért én nem is tudok egyébként jobb lezárást adni ennek a 6 alkalmas beszélgetés sorozatnak, meg ennek a mai estének, mint hogy tényleg mindenki induljon el egy kicsit befelé, ha azt érzi, hogy kívül valami probléma van, és próbáljon meg mindenki arra figyelni, amit így a belső hangja diktál, mert oké, ezek ilyen elcsépelt frázisoknak hangzanak, de egyébként meg van benne igazság, meg ha egy kicsit mindenki lecsendesíti az elméjét, akkor biztos, hogy nem fogják megcsalni azok az érzések, meg gondolatok, amik afelé próbálják meg elvezetni, amivé válnia kell, mert igazából erről szólt itt ez a 6 hét, hogy a spiritualitás az mi tulajdonképpen, meg hogy hogyan tudunk kapcsolódni önmagunkkal. És hogyha önmagunkkal jól kapcsolódunk, akkor
hát a párunkkal is jól fogunk kapcsolódni, meg a munkahelyünkön is sokkal sikeresebbek leszünk. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki itt velünk volt 6 héten át, vagy aki csak egyszer-egyszer benézett, vagy egy-két lájkot küldött, vagy mint például most Varga Tamásnak ezt a kacsintós fejet itt a beszélgetésünk alján. Úgyhogy remélem, hogy lesz még ilyen, és mindenkinek szép estét kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, úgyhogy nagyon sokat jelentett nekem ez a beszélgetés minden egyes héten, úgyhogy aztán bízom benne, hogy majd ismétlünk. Tudod, majd a házas életről beszámolunk, jó? Mindenképp, mindenképp, azt nem hagyjuk ki. Na, sziasztok! Sziasztok!